Jó napot kívánok! Önök az ATV déli híreit látják. Üdvözlöm Önöket! Döntött Navracsics Tibor EU biztosi portfóliójáról Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke. A biztos jelölt portfóliójából kikerültek az állampolgársági ügyek, helyettük a sporttal foglalkozhat Navracsics. Ezek mellett megmaradt az ifjúság és a kultúra is a portfólióban. Ez a döntés megfelel az előzetes várakozásoknak. Arra egyébként még nem volt példa, hogy egy EU biztos annak ellenére kap meg egy portfóliót, hogy az érintett szakbizottság ellene szavazott. Magyarországról vitáztak tegnap az EP-ben, a néppárti frakción kívül szinte mindenki arról beszélt, hogy a magyar törvényhozás az elmúlt években sokszor nem követte az Európai Unió által képviselt szellemiséget. Szájer József azt mondta, hogy a magyar demokrácia köszöni, jól van. A képviselő olyan eseteket említett, amiben szerinte a kormány jogszerűen avatkozik be. Szájer szerint az RTL eddig trükkel bújt ki az adózás alól, a civil szervezetek pedig meglátása szerint nem tartják be a pénzügyi előírásokat. Jávor Benedek erre úgy reagált, hogy hamis vádakkal illették a civileket. Az ügyben pedig Jávor szerint eddig kizárólag a magyar kormány jogsértése bizonyosodott be. Már több mint 70 ezeren csatlakoztak ahhoz a Facebook oldalhoz, amely a kormány által tervezett internetadó bevezetése ellen tiltakozik. A csoport készítői emlékeztetnek, hogy a Fidesz 2008-ban még elvi alapon ellenezte az adó bevezetését. A legnagyobb közösségi oldalon egy tüntetést is szerveznek vasárnapra a Kossuth térre. Eddig több mint 6000-en jelezték, hogy ott lesznek a parlament előtt, hogy így tiltakozzanak az internetadó ellen. Közben a szakmai szervezetek is elkezdtek tiltakozni. Az Informatikai Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetsége azt írta, az internetadó tovább mélyítheti a Magyarországon egyébként is jelentős digitális szakadékot, nehéz helyzetbe hoz minden magyarországi vállalkozást, és az internet előfizetések árának növekedéséhez vezet. Hiába tárgyalt egy órát Washingtonban Szijjártó Péter Victoria Nuland európai és eurázsiai ügyekért felelős amerikai államtitkár helyettessel, semmi újat nem tudott meg a korrupciós vádak miatt az Egyesült Államokból kitiltott magyarokról. Ezt a külügyminiszter mondta az Origónak adott interjújában. Hiába vártam a megbeszéléstől ennek a kérdésnek a rendezését, ez nem sikerült, fogalmazott. Szijjártó Péter elmondta, a civil szervezetekkel való bánásmód is előkerült a megbeszélésen. Ezzel kapcsolatban Victoria Nuland azt mondta, a magyar kormány nyomást gyakorol a civil szférára. Szijjártó Péter szerint ezt nem lehet nyomásgyakorlásnak nevezni, hogy mintegy 60 ezer civil szervezet közül néhányan szemben vizsgálat folyik. Orbán Viktor biztosan ismerte a kitiltási botrány előzményeit, ezt Gyurcsány Ferenc mondta Híradónknak. A Demokratikus Koalíció elnöke szerint, ha egy miniszterelnök ilyen a nemzetbiztonságot súlyosan érintő kérdéssel nincs tisztában, akkor nagyon rosszul működik a kormányzat, és egy ilyen kormányfőre nem lehet rábízni az ország vezetését. Szakály Erzsébet tudósít. Biztos benne Gyurcsány Ferenc, hogy Orbán Viktor ismerte a kitiltás előzményeit. A DK elnöke szerint, amikor ennek az ellenkezőjét állítja a miniszterelnök, akkor vagy nem mond igazat, vagy alkalmatlan a posztjára. Gyurcsány Ferenc szerint, ha a magyar nemzetbiztonság tekintetében legfontosabb információt nem tudja Orbán Viktor, akkor rosszul működik a kormánya, akkor ilyen emberre nem lehet rábízni Magyarország vezetését. A DK elnöke az elmúlt 25 év legsúlyosabb nemzetbiztonsági botrányának nevezte a történteket. Úgy vélte, hogy Orbán Viktor fél szembenézni az igazsággal. Gyurcsány Ferenc és a DK azt szorgalmazta, hogy hozzák nyilvánosságra a kitiltás részleteit, szerintem, mivel kormánytagok érintettek, ez közügy, vagyis közérdekű adat. Egy kedden beadott törvényjavaslat lehetővé tenni, hogy az EU tiltás ellenére megkezdjük a déli áramlat építését. Erről ír az Index. A portál szerint a módosítót a Rogán Antal vezette gazdasági bizottság nyújtotta be. A tervezetben ugyan nem nevesítik a déli áramlatot, de az Index szerint csak erről lehet szó. Ha elfogadják a gazdasági bizottság módosítóját, az azt jelenteni, hogy Magyarországon nem csak rendszerüzemeltető építhet vezetéket, hanem bármilyen gázipari cég, aki a Magyar Energiahivataltól erre aktuálisan engedélyt kap. A kormányzati ellenőrzési hivatal vizsgálati eredménye szerint bűncselekmények sora merült fel a norvég civil alappénzeinek elosztásakor, írja a Magyar Nemzet. A lap szerint a forrásokat elosztó ökotárs és a többi alapítvány el akarta tüntetni a terhelő adatokat.
látszólag az alapkezelését felügyelő brüsszeli iroda együttműködésével. Az újság úgy tudja, a norvég nagykövetséggel is rendszeres volt a kommunikáció. Előfordult például, hogy a nagykövetség egyik munkatársával egyeztettek bizonyos dokumentumok visszadátumozásáról. A Magyar Nemzet szerint a KEHI vizsgálata során 63 projektet ellenőrzött, ebből 61 esetében tárt fel szabálytalanságot. Elvehetik Magyarországtól a Nemzetközi Holokauszt Emlékezési Szövetség soros elnökségét, amely 2015-ben lenne esedékes, erről értesült a válasz.hu. A szövetségi tagoknak ugyanis állítólag nem tetszik a szabadságtéri emlékmű ügye, és problémát jelent szerintük, hogy a mazsihiz bojkottálja a holokauszt megemlékezéseket. Közben állítólag a V4-ek szűk körében is kínos lett a magyar külpolitikai helyzet. Egy régiós diplomata a válasz.hu-nak azt mondta, hogy nyilvánosan egyelőre nem bírálják a magyar kormányt, de vitatkoznak arról, hogy mikor kellene felemelni a szavukat a káros magyarországi folyamatok ügyében. Évek óta nem volt ilyen olcsó a benzin, mint most mától, ugyanis újra csökkent az üzemanyagok ára. A gázolaj 5, míg a benzin 9 forinttal kerül kevesebbe mától. Most a benzin literenkénti átlagos ára annyiba kerül, mint 2011. szeptemberében, vagyis 385 forint. Aki azonban tovább akar spórolni, nézze meg, hogy hol tankol, az egyes kutak árai között ugyanis akár 20 forintos különbség is lehet. A WHO szerint januárra készülhet el az ebola ellenszere. A szérum elkészítésében kulcs szerepük van azoknak, akik leküzdötték már a betegséget. Szervezetük ugyanis antitesteket tartalmaz. Az orvosok most ezeket a túlélők véréből nyerik ki, és használják majd fel más betegek gyógyításához. A várakozások szerint 2015. januárjára hozhat a szérum látványos eredményt a betegség visszaszorításában. Éjjel erős hidegfront érte el az országot, esővel, erős széllel. Az előrejelzés szerint a hosszú hétvégére is hűvös marad az idő, sőt, akár fagy is jöhet. Most nézzük a részletes előrejelzést. Napközben további esőre, záporra van kilátás, viharos széllökésekkel. Majd délután északnyugat-nyugat felől már több helyen felszakadozik a felhőzet. A hőmérséklet 8 és 12 fok közé esik. A következő napokban is fel kell készülnünk jelentős mennyiségű csapadékra, majd a hétvégétől nyugodtabbá, naposabbá válik időjárásunk. Ennek ellenére hűvös marad a levegő. Európa időjárását gyors mozgású ciklonok alakítják. A déli részeken jó pár fokot visszaesett a hőmérséklet. Ibérián is mérsékelt a nappali felmelegedés. Franciaországban és a brit szigeteken a csúcsérték nem lépi át a 15 fokot. Nyugat-Európában esősebb, hűvösebb az idő. A skandináv félszigeten továbbra is alacsonyak a hőmérsékleti értékek. Keleti szomszédainkat váltakozó hőmérsékletű léghullámok érték el. Önök az ATV déli híreit látták, híradóval legközelebb 3-4-6-kor jelentkezünk, akkor majd Bányai Viktor várja önöket. Addig is szép napot, a hosszú hétvégére jó pihenést, viszontlátásra!